nekem szerencsém volt, hogy én Kárpátalján születtem, és egy magyar anyanyelvű faluban nőttem fel, Császlóci születésűek, Császlócon születtem, ahol még a mai nap is a falu 80%-a magyarul beszél, és én nem látom semmi hátrányát annak, hogy én kárpátaljai magyar vagyok, sőt, büszke vagyok arra. A pályafutásom azzal kezdődött, hogy már még csak jártam az általános iskolába, és nem tudtam, hogy most mi is legyen belőlem, mert gondolkoztam, mint minden rendes gyerek, hogy vagy orvos lesz, fogorvos, tűzoltó, rendőr, de valahogy mégiscsak a sporthoz húzott a szívem. Negyedik éves hallgató lehettem, amikor elküldtek engem iskolába gyakornoknak. Ottan kipróbáltam a tornát, hogy hogyan is lehet, hogyan kell tanítani, elmentünk megpróbálni, és már azóta iskolába maradtam dolgozni, úgy, mint tornatanárként. Akkor kaptam egy pár helyettesítést, és elkezdtem az életem az a része, amik a tornával van összekötve. Ez reggeltől délig iskolás gyerekekkel tornázok, segítek nekik abban, hogy megtanulják új játékszabályokat, új játékokat, fejleszék ügyességüket, erőjüket, gyorsaságukat, kitartásukat. Talán 10 éves lehettem, amikor elkezdtem aikidozni, akkor édesanyám beírt engem aikidóra, mert neki a barátnőjének a fia járt, hogy az milyen jó, a gyerekek hagy sportoljanak, mert én akkor nem voltam annyira sportos alkat. Én emlékszek, első éven utáltam aikidóra járni. Egyszerűen utáltam, ki nem állhattam már. Én azon gondolkoztam, hogy hová is kéne ellógni, vagy mit kéne kitalálni, csak hogy ne kell legyen edzésre venni. De utána valahogy egy év alatt gyorsan átment rajtam, hogy annyit változott az elmém, hogy hát ez nekem tényleg kell, ez fontos, mert akkor 10 évesen valahogy lusta voltam ezt csinálni. De és már 11-12, hoppa, elgondolkoztam rajta, hogy már meg fogok nőni, és ki fog engem megvédeni. Kezdünk magunk előtt, has, térgy, előre néz, láb, előre néz. Kemény edzésekkel, odafigyeléssel talán 5 vagy 6 év alatt megszereztem aikidóba a fekete övet. Gyerekeket kezdtem el tanítani, utána az ment talán egy évig, következő évben már próbálkoztam egy kicsit idősebb gyerekekkel, már volt 2 csoportom, már iskolában alsó tagozatos gyerekeket tanítottam, és így ment tovább, úgyhogy a mai nap folyamán nekem van 6 csoportom, akiket tanítok, és velük próbálunk közösen fejlődni. Dolgoztam valamikor ezelőtt 2-3 évvel Császlócon, a Császlóci óvodában voltam. Tornatanár, oda jártam a gyerekekkel tornázni. Aztán most jelenleg itt a 10-es iskolában dolgozom. Itt tornázok a felső tagozatos gyerekekkel, nekem van tornaórám 7 és feljebb osztályokban, de ezelőtt 2-3 évvel volt nekem egy alsó tagozatos, vagy 2 is osztály, amiben tanítottam tornát. Az is tetszett, nem mondom, hogy rossz. Aikidót oktatok gyerekeknek. Van 6-tól 16 éves korig vannak különböző csoportok, vannak kisebbek, van felkészítő csoport, kis csoport, középcsoport, nagy csoport. Ismételni. A gyerekekkel pedig lehet együtt nevetni, együtt játszani, együtt ismételni, együtt gyakorolni. Bárkiből lehet jó edző, a lényeg, hogy szeresse a munkáját. Az, aki fogja szeretni, az abból jó lesz. Én nagyon szeretek aikidózni, azért, mert önvédelem és az önvédelem fontos, mert bárki megtámadhat és legalább tudsz védekezni. Nekem nagyon tetszik az aikidó,
Én ötödik júra készülök, vagyis az azt jelenti, hogy sárgövre le tudom adni a vizsgát. Én azért szeretek járni aikidóra, meg lehet birkózni, bukvencet csinálni. Hát az aikidó az életem egy része, mert majdnem minden napom fele az aikidóval telik el, ezért nem tudom, számomra az aikidó az életem része. Hát az aikidó azért harcművészet, mert különbözik az összes többi sporttól, mert az aikidóban nincsenek versenyek. Az aikidó az egy olyan harcművészet, ami arra tanít minket, hogy megpróbáljuk legyőzni önmagunkat, és fejlesszük a saját erőnket, hogy ne adjuk fel. Az aikidóban nincsenek már, mondtam, versenyek, és azért, mert veszélyesek a fogások, ezért nem lehetnek versenyek. Mert az aikidóban az összes fogás vagy dobás, vagy leszorítás az ízületekre, amivel egyszerűen nem lehet versenyt csinálni, hogy kikinek törő el hamarabb a kezét. Ez hülyeség lenne. Nagyon veszélyes. Az indian jel, ahol van egy kicsi fehérbe, egy kicsi fekete, meg a feketében van egy kicsi fehér. Ez a fejlődésben is szerintem ugyanígy kéne, hogy legyen, hogy egyik a másikát ki kell, hogy pótolja. Kell mind fizikailag, úgy mentálisan is fejleszteni önmagunkat. Egy edző asszony tanított engem 5 éven keresztül, aztán sajnálatos módon egy autóbalesetben elhunyt, azután pedig volt még 2 másik edzőm, és jelenleg a mi szövetségünknek az elnöke, Rohács Misa, 4 danos aikidó mester tanít engem. Szerintem Kárpátalján hatalmas jövője van, mert nekünk hatalmas terveink vannak evel kapcsolatban. Mi el akarunk érni azt a szintet, hogy ne nekünk kell legyen járni külföldre, Európába azért, hogy tudást kapjunk, hanem a külföldi és az európai mesterek járjanak ide tanítani, hogy legyen kit járni ide tanítani. Buzdítani szeretnék mindenkit, hogy bátran próbálják ki, azért, mert nagyon sok érdekesség van az aikidóban, semmiféleképpen nem tudom, nem veszít az ember semmit, hogyha nem próbálja ki. Csak akkor lehet valamiről beszélni, amit kipróbáltál. És szerintem, hogyha valaki kipróbálja, nem igen fog benne csalódni. Szerintem ez egy életstílus, mert az a bácsi, lehet látjátok ott a falon, Ó-sensei Marikei Uesiba, az az ember, aki kitanálta az aikidót, neki az volt a célja, hogy az aikidóval segítségével levezessük az összes rosszat, feszültséget, meg haragot, mérgességet, hogy ne csak az edzésen tudjunk úgy bánni egymással, hogy a támadót lekezeljük, elengedjük, nem vesszük magunkra a támadását, hanem a mindennapi életben is megtanuljunk elengedni a rosszat. Az aikidó segítségével én már megtanultam kevesebbet idegeskedni, megtanultam magamat úgymond kézben tartani, önkontrollra. Az aikidón kívül most utóbbi évben elkezdtünk a barátaimmal komolyabban birkózni. Van Ungváron még egy sportág, most nagyon nagy lendülettel veszi fel a fejlődést, brazil jiu-jitsu. Az egy olyan birkózó sportág, amiben vannak már versenyek is. Most az nekem tetszik, hobbi szinten járok oda heti 2-3 alkalommal tanulni. Mert szeretném azt is jobban megismerni. Azon kívül, hogy jó testben legyek, igyekszek, amikor van egy kis szabad időm, elmenni konditerembe, ott
izomfejlesztésre. Én, mint ember, szeretnék boldog családi életet élni, hogy lássam, hogy nő a fiam. Igen, megértő és türelmes feleségem van, amelyik sokszor van olyan, hogy egy kicsit bántja, meg bosszantja az, hogy úgymond későn megyek haza, meg már úgy van valami, hogy fáradt vagyok, meg mondom, hogy én egész nap beszéltem, aikidoztunk, volt velem 100 gyerek, már szeretnék úgymond egy kicsit élvezni a csendet, mert van olyan, hogy haza meg fáradtam, beszélni se akarok, azt mondja, hogy én igyekszek mindig csak a jót látni, pozitívan gondolkodni, ezért bízom abban, hogy fejlődni fog a... Nem tudom, nagyon szeretném, hogy az összes dolog csak a jó irányba fejlődjön, amivel foglalkozok. Ezért bízok abban, hogy az iskolai munkám is csak a jobbik irányba fog haladni, hogy a gyerekek jobban fognak tanulni, versenyekre fognak járni, nyerni fognak mindenhol. Az aikidóban vannak hatalmas terveink, hogy külföldi mestereket gyakrabban tudjunk idehozni, hogy a mi tanítványainknak ne kell legyen pénzt költeni arra, hogy külföldre járjanak tanulni. Volt a tavalyi évre egy óriási tervünk, ahol el akartunk az edző kollégáimmal, barátaimmal utazni Japánba, és ott a fő klubba, ahol van a Honbu Dojo Japánba, ott szerettünk volna gyakorolni aikidót, de sajnos akkor volt az a Covid, karanténok, és ez nem jött össze. Most pedig kezdhetünk mindent újból, de hál' Istennek vannak tervek, remélem fogunk dolgozni, nem lesz több karantén, és akkor minden összejön.